Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV hétfői híradója. Nézzük fontosabb híreinket, előbb azonban csak röviden. Adventi véradó hét. Péntekig várják a donorokat, a héten Kanizsa felel a megye vérellátásáért. Gyerekek karácsonya. Több mint 100 iskolásnak adott ajándékot a családsegítő. 10 táncverseny. Rangos megmérettetéssel ért véget a kanizsai táncos hétvége. Most pedig a részletek és további híreink. Felragyogott a második gyertyafénye is a város adventi koszorúján. A szeles időjárás ellenére sokan töltötték az estét az Erzsébet téren, ahol a karácsonyi ízkavalkád, az adventi vásár és az ünnepi forgatag mellett hétvégente programok is várják az érdeklődőket. Tegnap Nyeste Pál piarista atya, valamint Karádi Ferenc beszélt az adventi felkészülésről és a karácsonyról, majd az alpolgármester fényre gyújtotta a második adventi égőt. A zenepavilonban Gubinec Ákos, Gölles Martin, a Kiskanizsai iskola kórusa és Tulman Géza is fellépett. Idén is várják az adventi sokadalomra az új udvariakat a falu szívében. A második vasárnapon ünnepi szentmisével kezdődött a program, később bábszínház és ajándékosztás következett. A helyi önkormányzat idén több mint 100 kisgyermeket lepett meg Mikulás csomaggal. A programot közös gyertyagyújtás zárta. Fél időhöz érkeztünk. Az emberek lelki zarándoklatra indulnak advent elején, és tarisznyáikat jó cselekedetekkel, szeretettel töltik fel, hangsúlyozta az összejövetelen Arányi Zoltán plébániai kormányzó. Az új udvariak nem csak szimbolikusan töltik meg tarisznyáikat, a község idén is csatlakozott az Egy doboznyi szeretet akcióhoz. Karácsony közeletével fontos, hogy gondolkodjunk azokról, akik nem biztos, hogy kapnak egy szeretetcsomagot, vagy nem biztos, hogy hozzájutnak egy ajándékhoz, és hát segítsünk rajtuk. Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtására a jótékonysági kezdeményezés fővédnökét, Cseresnyés Pétert kérték fel, aki amellett, hogy méltatta az új udvariak összefogását, az ünnep közösség megtartó erejéről beszélt. Várják karácsonyt, talán az egyik legszebb ünnepünket, és talán arra is készülődnek, hogy azt az örökséget, ezt a keresztény örökséget, amelyet mi magunkénak tudunk, és amelyiknek egyik legszentebb vagy legszebb ünnepe karácsony, és egyben a családoknak az ünnepe is felhasználják arra, hogy talán az eltökéltségünket is megerősítsük. Az adventi sokadalmat az idén 10 éves Novakúria civil egyesület álmodta meg, amely megalakulása óta minden télen megszervezi a nagy népszerűségnek örvendő programot. Több mint 100 iskolást ajándékozott meg délután a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ. A Medgyaszai házban rendezett ünnepségre minden kanizsai általános iskolából 7 tanuló, középiskolából pedig 1 diák érkezett. A kisebbek Mikulás csomagot, a nagyobbak pedig 5000 forintos ajándékutalványt kaptak. A gyermekek karácsonya elnevezésű napot 30 éve szervezi meg a Gyermekjóléti Központ. Ez egy olyan ünnep, amiben mi megpróbáljuk támogatni azokat a gyerekeket, akiknek nehéz vagy nehezebb élethelyzetük van, mint általában a gyerekeknek, és akik valamiben kiemelkednek az iskolában. Lehet az tanulás, sport, művészet, lehet az egyszerűen magatartás, szorgalom. Tehát valamiben, amiben ők példamutatóak tudnak lenni, és így igaziból ez egy ráhangolódás, egy igazi lelki várakozás arra a napra, amikor megszületik a kis Jézuska. Elkezdődött az adventi véradó hét. Péntekig várja a Vöröskereszt nagykanizsai szervezete a Sugárúti véradó állomásán azokat, akik hozzájárulnának 3 élet megmentéséhez. A program kiemelt jelentőségű, ugyanis december 11-e és 15-e között egész Zala megye vérellátását a nagykanizsai és környékbeli véradók biztosítják. Már a program első napján nagyon sok véradó érkezett. Volt olyan önkéntes is, aki már 35 alkalommal vett részt véradáson. Az akkori párom egészségügyi szakközépiskolába járt, és ő vett rá, hogy először menjek el, és azóta, amikor lehet, akkor jövök. Az adventi program péntekig tart, a szervezők apró ajándékokkal is megköszönik a segítséget a véradóknak. Szerdán és csütörtökön délután 2-től egészen este 6 óráig, pénteken pedig déltől este 6 óráig. Forradborral, karácsonyi hangulattal, illetve nagyon sok szeretettel várunk minden segíteni szándékozó embert. A héten városszerte találkozhatnak vércseppnek öltözött önkéntesekkel, akik az adventi véradó programra invitálják a járókelőket.
Első alkalommal rendeztek karácsonyváró ifjúsági fesztivált Nagykanizsán. A programot a Zala megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, amely megalakulása óta azon dolgozik, hogy minél több fiatalt bevonjon a munkájába, azaz a horvát kultúra és hitélet hagyományainak megőrzésébe, ápolásába. A felső templomban tartott rendezvényen adventi dalok, mesék és versek hangoztak el. Nagykanizsán a Rozgonyi úti óvodában működik egy horvát csoport. Ők most itt bemutatkoznak, amúgy a csoport már évek óta, tehát ilyen 8-10 éve működik, és mindig nagyobb-nagyobb létszámmal, most már ott tartanak, hogy igaziból nem is tudnak minden igényt kielégíteni etéren. Aztán a környező horvát települések, Murakeresztúr, Tótszerdahely, Molnári, Tótszentmárton, tanulói, illetve Borsfa is bekapcsolódott, ahol tudjuk, hogy horvát nyelvoktatás folyik, valamint a Nagykanizsai Piarista Iskola is képviselteti magát. Karácsonyoztak a hattyúk, a Svensz Balett és Tánciskola idén is megtartotta hagyományos ünnepi gáláját a HSMK-ban. A műsorra sokan kíváncsiak voltak, a növendékek teltház előtt léptek fel. Az esten a mazsorettek és a hordozós klub tagjai is bemutatkoztak, de természetesen a balett alapú koreográfiák sem hiányozhattak a repertoárból. Torreádorok és flamenco táncosok vették birtokba a Zsigmondi csarnokot, de csak egyetlen tánc erejéig. A 8. alkalommal megrendezett Kanizsa Kupa meghívásos nemzetközi 10 táncverseny idén is izgalmas showval kecsegtette az érdeklődőket. Élő zenére és vastapsra vonultak be a táncosok. A versenyzőket Dénes Sándor polgármester köszöntötte, aki szerint a Kanizsa Kupa méltó lezárása a hétvégének, hiszen szombaton a klubok, egyesületek versenyeztek, vasárnap délelőtt pedig a növendékek táncoltak legjobb tudásuk szerint, Cséplő Dániel emléke előtt tisztelegve. Három rendezvény, mely a táncot és a táncot szerető közösségeket emelte a főszerepbe, egyfajta ünnep helyszínévé varázsolt a városunkat, Nagykanizsát, felmutatva, hogy mennyi tehetség és erő lakozik a város falain belül. A csaknem 5 évtizedes múltra visszatekintő Kanizsa Kupát hosszú szünet után az Eraklin Táncklub Egyesület álmodta újra 2010-ben, és azóta minden évben megrendezi a látványos sót, amelynek a versenyzők körében is jó híre van. Van olyan páros, aki most már gyakorlatilag majdnem mind a 8-nál elfogadta a nevezésünket. Sajnos a mai verseny folyamán többen vannak, akik valamilyen világversenyen vesznek részt éppen, vagy a jövőben, a közeljövőben lesznek olyan világversenyen, ahol muszáj ott legyenek, de vannak olyanok közt is, akiket most hívunk először. Mindenképpen nekik ez egy... mondjuk azt, hogy egy elismerés, hogyha egy versenyelőt ténylegesen meghívják, innentől kezdve igyekeznek élni ezzel a lehetőséggel. A versenyen 6 páros vett részt. Szombathely és Pécs mellett Horvátországból is érkeztek táncosok, akik a program első felében latin táncokkal kápráztatták el a közönséget. A kupát Gombkötő Balázs és Laskovics Petra nyerte, a második helyen a közönségdíjas Temesvári Bálint és Haddad Szabrina végzett, a dobogó harmadik fokára pedig Schwarz Péter és Lengyel Helga állt fel. Mintegy 100 gyerek csobbant a medencében, a délzalai vízműese valamennyi növendéke részt vett az Egyesület évadzáró úszóversenyén az uszodában. 7 korosztályversenyzői álltak rajtkőhöz, a klasszikus versenyszámok mellett olyan játékos feladatokban is, mint a cserebogár vagy a családi váltó is. A program végén az egyes kategóriák dobogósai érmet kaptak, a 4., 5. és 6. helyezettek teljesítményét pedig oklevéllel ismerték el. Minden évben megrendezzük a Egyesületünkben. Ez az évnek a záróversenye, főleg a piciknek, de nagyoknak még jövő héten lesz egy nagy megmérettetés, úgyhogy az még hátra van. Ezen az úszóversenyen a picik is kapnak érmeket, serlegeket, okleveleket, tehát mindenki kap valamit, hogy a jövő évet már úgy kezdje, hogy nagy lendülettel, örömmel, sikerekkel. Híradónk végén fontosabb híreinket megmutatjuk újra, röviden. Adventi véradó hét. Péntekig várják a donorokat, a héten Kanizsa felel a megye vérellátásáért. Gyerekek karácsonya. Több mint 100 iskolásnak adott ajándékot a családsegítő.
10 táncverseny, rangos megmérettetéssel ért véget a kanizsai táncos hétvége. Önök a Kanizsa TV hétfői híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok, viszontlátásra!